1 perc 20, és meg lehet a cirkálós új öv. Szép. Mondhattak rá akármit. Ez is még jó. Azt is mondom, hogy lehet akármi a vége ennek a meccsnek. Mondhattak a pontozók is akármit. Egy elképesztően nagy sportember Erdei Zsolt. Bár ezt mi eddig is nagyon-nagyon jól tudtuk. Még figyelni kell még, figyelni. Utolsó percen már belül, de amíg így össze vannak kapaszkodva, én azt hiszem, az nekünk jó. Igen, ma nyertünk meg ilyen 3-4 másodpercet. Most már táncolni is lehet itt el. Itt most már ezt az egy percet talán még végig lehet. A 12 percet nyilván nem lehetett. Megint szép a bal, amelyet fogadta Fregomenit. Sokkal precízebb, sokkal többször talál. Szép. És aztán szinte ráomlik. De hát Fregomeni nem adja föl, ő nem az az ember. Most meg kéne fogni azért 10-14 másodperc a hátra. Az még hosszú tud lenni. Elképesztő mennyiséget ütött Fregomeni a mérkőzésen. De most már rendben vagyunk, azt hiszem, bármennyire is kívuljon világon Zsoltit. Micsoda meccs ez a végén, micsoda küzdelem, de én azt hiszem, Erdély Zsolt ilyen nyerte. Fritz Dulek tapsol, Artur Grigorián tapsol, Fregomeni fölemeli a kezét, minden golaszok mutatják. Azt, hogy a pontozóbírók nem normálisak konkrétan, úgyhogy ez azért elég árulkodó. Azt hitték, hogy Fregomeni nyert. Caravella, sírva fakad. Zsolt. Óriás volt. Egy nálánál mondjuk így, hogy 10 kilóval nehezebb ember ellen boxolt égig. Hősies, tényleg hősies küzdelmet. Nem nagyon szeretem az ilyen szavakat, mert egyfelől elcsépeltek. Na igen, hogyha De itt most nincsenek másra, nincsenek más előtt. Egy kis féltés volt a hangunkban, esetleg az annak szólt, hogy az ellenfél az közel 8-10 kilóval nehezebb volt a Zsoltnál, és ő ugye azért az ütése az mindig keményebbek voltak, és a forog ütések azok nagyon veszélyesen jöttek alkalmanként, és a Zsoltinak volt egy holdpontja az elején, de én szerintem maga biztosan megnyert a meccset. Az első 4 menet az csodálatos volt, az igen, remek volt. Igen, utána jött egy holdpont, az következő 3 menetet Öcsi bácsinál elvesztette Zsolt, viszont az azt követő valamennyit beleértve az utolsót is megnyerte. Elsősorban azért, mert azt a tempót az Fregomeni sem tudta diktálni, amit ott az 5.-től a 8. menetig produkált. És hát azért, mert Zsolti pedig összeszedte magát, és mert a jobb bunyós. Legfőképpen azt hiszem, hogyha nagyon jó azt akarjuk foglalni itt velősen. Itt is láttuk hajlásos védést, ami rengeteg luftot ütött az olasz, és abban ő is elfáradt. Tehát pedig ő az állóképességéről volt híres. Úgyhogy az volt a legveszélyesebb. De ugyanúgy mosolyogva fejezték be ezt a küzdelmet, hogy mosolyogva kezdték el. Még nem is azt mondom, hogy tegnap a mérlegelésem, hanem azelőtt. Hát nem ki akarok elkiabálni semmit. Fregomeni megy most oda Zsoltihoz, és átölelve egymást integettek a közösségnek. Nagyon jóban vannak. De ez egy pillanatig nem látszott. Az elmúlt 36 percben. Nagy meccs volt, nagyon nagy meccs volt. Lehet, hogy azt mondják a németek Erdély Zsoltira, hogy unalmas a bunyója, meg minden, ezt mi nem nagyon tudjuk értelmezni azért, azt hiszem, mert mi nagyon izgulunk érte általában. De ez az ember megvert valakit, aki világbajnok volt, és nálánál 10 kilóval nehezebb. És azt pedig nem kell magyarázni. És ott nincs olyan dolog, ami miatt mentegetődni kéne, vagy ilyesmi. Innentől neki tartoznak, nem ő tartozik bárkinek is. Na hallgassuk ezt a döntést. Wir haben eine mehrheitliche Entscheidung. Többségi döntés van, azt mondják. Komplexer Letosari entschied 114-114 unentschieden. Komplexer Dolpierre wertete 115-113. Und Punktrichter Thielemann ebenfalls 115-113 zugunsten von und damit neuer Világbajnok Erdély Zsolt 115-113 két pontozó bírónál.
az egy picit szorosabb, mint amit Öcsi bácsi fölírt, teljesen mindegy, világbajnok, Erdei Zsolt. Ugye Fragomelyen is már mutogatott Erdei Zsoltra, akkor amikor fölálltak, ott is biztosabb lehetünk a dolgukban, de azért az egy többségi döntés, ezt bevallom, egy picit meglepett, akkor valami, amit itt az orrom alá dugtak, nem volt teljesen frankó. De mindegy. Nem a szám a lényeg, hanem az ő. És ez pedig ott van Zsolti nyakában. És itt érkezik Erdei Zsolt, a WBC cirkáló súlyú világbajnok, a sporttörténelmi tettet hajtott végre ezzel. Első magyar profi ökölvívóként egy másik súlycsoportban is világbajnoki címet szereztél. Zsolti, gratulálok! Lehet, hogy néha húzzuk a szánkat, lehet, hogy még én is mondtam az elmúlt években ezt, azt ezúton egyrészt elnézést kérek, mert hogy egy világklasszis ökölvívó vagy, ezt ma megmutattad, gratulálunk! Köszönöm szépen! Először is kedves édesanyám, testvéreim, magyar szurkolók, köszönöm, hogy ilyen késői órában fennmaradtatok. Köszönöm, szeretlek titeket, remélem, hogy találkozunk még. Zsolt, szenzációsan indult a mérkőzés, meglepted Fragomenit az első két menetben, ez volt tervezve? Nem hagyhattam, hogy ő kezdjen, mert tudtam, hogy ő megindul, és horgokkal, felütésekkel fog operálni. Viszont azt is éreztem, hogy nem fogom tudni 12 meneten keresztül elkerülni a dulakodást, a verekedést. Ezért az első néhány menetet meghajtottam, fokoztam őt, és szerintem ezzel nyertem, mert a végén azért nagyon mixes volt a meccs. Jött előre, mint a ménykű, de hál' Istennek én többet találtam még így is, és ezt a bírók is szerencsére pontozták. Úgyhogy nem mondom, hogy jól ment a bunyó, kis megfázás, kis vírusos fertőzés átlátotta a felkészülési munkósó szakaszát, de erre nem foghatom ezt az egészet. A helyzet az, hogy ilyen deja vu érzésem volt, mintha egyszer már átéltem volna ezt Medicinon ellen, amikor ugyanúgy a hatodik menet után azt mondtam, hogy én ezt nem fogom bírni, és most is úgy éreztem, hogy nem fogom bírni. De bírtad, és ez be volt tervezve. Mit mondott Fritz? Fritz az óriása. Szóval ilyen edző nincs még egy, komolyan mondom, a profi között. Még nem találkoztam ilyennel, aki így lelket tud önteni az emberbe. Lélekben feladtam a mérkőzést, illetve nem lélekben, agyban. A szívem tovább küzdött, és megmutattam a magyar virtust megint. Megint megmutattam azt, hogy igenis az Erdély Zsolt tud küzdeni. Még akkor is, hogyha az ellenfél erősebb, lehet, hogy nagyobb ütései vannak. De az én szívem nagyobb, és jobb vagyok, és küzdöttem. Én tudtam, hogy nem adhatom fel. Én már csak egy ilyen harcos vagyok. Én a ringbe születtem. És nagyon sok magyar szurkoló van itt a helyszínen. Nyilván őket is hallottad néha, nehezebb pillanatokban is akár. Természetesen ők valamennyien a barátaim. És aki eljött ide 1500 kilométert utazva busszal, repülővel, autókkal. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg annyira hálás vagyok. Én remélem, hogy a bunyommal megháláltam nekik. Beleadtam apai anyaimat. És köszönöm szépen még egyszer, és azoknak is, akik otthon a tévé előtt figyelemmel követték a mérkőzésemet. És még egyszer a családomat, imádlak titeket. Zsolti, mi köszönjük, hogy utolsó kérdés, mi van most? Most megyek iszom, mert nagyon szomjas vagyok, és mondom, doping ellenőrzés. És utána ezzel az övvel? Nem érdekel most. Még ráérek ezen gondolkozni. Először ki szeretném szuszanni magamat. Gratulálunk, Zsolti, nagyon szépen köszönjük. Ennyit a ring széléről, kedves nézőink, tehát Erdei Zsolt. Látjátok? Megszerezte a WBC cirkáló súlyú világbajnok jövét, egy sporttörténelmi tettnek lehettünk szem és fül tanúi. Átértem a kínok kényját, elhagytak az álmok, rájöttem, nincs remény, semmit ér nekem, mely is vagyok. Nem bánom, hogy egvertet, az, hogy elköszöntem, és mégis kérlek én, újra légy enyém, maradj velem.
nem tudok élni nélküled. Engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ez soha ne bánt-e meg.